Köszöntöm Gyurka bácsit. A 84. életévének fordulóján, és engedje meg, hogy néhány kérdésből legyünk be baráti körülményben. Mikor és milyen indíték alapján alakult ki önben az elhatározási csillagászhoz? Ez egy rohadt érdekes probléma. Én az égbolton először 905-ben találkoztam, 910-ben helyistökös visszatérések volt, amikor én megjelent a helyistökös, 5 éves voltam akkor. Ez nem indított engem a csillagászat felé, sőt inkább mondhatom, hogy az ottan elterjedt félelem miatt én féltem a csillagos égtől. Úgyhogy nem is készültem én csillagászat. Nagyszalontán születtem, ott érettségiztem, nem is mentem természettudományos pályára, viszont közgazdásnak mentem. Igen. 5 év után, 1927-ben mentem a ELTE-re, matematika fizikus szakra, 32-ben végeztem, akkor állást kapni lehetetlen volt. Abban az időben főnyeremény volt egy fiatal számára, ha díjtalan gyakornoknak felvették, vagyis egy fél év fizetést nem kapott, még villamos költséget sem. Ebben az időben hozták létre az állástalan diplomások országos bizottságát, oda sikerült bekerülnöm, havi 80 pengő fizetéssel kerültem a Szabadszeged csillagvizsgába. Nem készültem csillagásznak, de megszerettem, mert amit ott láttam az égről, az egy életre szóló élmény volt számomra. Mint áldott gyakornok kezdtem tehát a csillagászatot, hamarosan oda kerültem ehhez a 60 centis műszerhez, feladatom a kisbolygók és istökösök észlelése, pályaszámítás volt, így lettem én csillagász. Voltak éppen aztán a csillagászati munkám, a tudományos észlelésen kívül egy másik ágon folytatódott az ismeretterjesztés. Igen, inspiráló erőt adott, vagy esetleg visszahúzó erőt adott a szülői körünket? Hát most gondoljam, hogy itt akárhol vidéken tele van a lakosság, az emberek tele vannak babonás hittel és érdeklődéssel a valóság iránt. Én rendkívül kevert a világszemlélet a vidéki embereknek. De nálam volt olyan dolog, ami inspirált. Mert voltak éppen Nagyszalontán született Arany János, Zilai Lajos, Erdély József költő, Sinka István költő. Éjszakánként, esténként, amikor lefeküdtem, sokszor felmerül bennem, hogy miért vagyok, miért élek, mi lehet az életemnek az értelme és a tartalma. Na hát, amikor a csillagdában aztán megláttam a Szaturnusz gyűrűjét, meg a többi csodát, ott ébredt fel bennem az, hogy mennyi minden szépség van az égen, amíg az emberek generációkon át semmit nem látnak. Ott határoztam el, hogy létrehozom az amatőr csillagászatot, és minél több távcsövet adok az emberek kezébe, hogy részesüljenek legalább abban az élményben, amiben Galilei részesült, amikor meglátta a Holdnak a hegyeit és itt. Azok a primitív távcsövek, amiket legolcsóban adunk, az 10-szer jobb, mint amivel Galilei az eget nézte. Na most a következő kérdésünk, a magyarországi csillagászat tudomása szerint mikor alakult ki, illetve milyen hagyományok vannak esetleg? Hát van a hagyománya a Nagyszombat Egyetemen, de János Pannonius előtt 500 évvel Pécsen akart csillagvizsgálót létesíteni, amiből nem lett semmi sem. Voltak éppen a magyar tudományos csillagászat az Konkolidegével kezdődik, és abban a korszakban, amikor Egerben felépült a csillagvizsgálat, Kalocsán felépült, a legnagyobb volt az Ógyalai csillagvizsgáló. Aztán Kiskartalon volt a Podmaniszki báró, ők nem amatőrök voltak, ők képzett emberek voltak, akik tudományos vizsgálatokat végeztek. Amatőr csillagászat akkor nem volt. A magyarországi amatőr csillagászat körülbelül mikor kezdődött szerveződni, milyen időszakokra? Félig meddig már amatőr csillagászatnak mondhatjuk azt, ami a 20-as években kezdődött, a Szabadsághegyről, Schwabhegyről indult el, a Stella Csillagászati Egyesület, aminek több mint 1000 tag, és pedig 1946-ban a Magyar Csillagászati Egyesület létrejött. Galilei
mondhatni kultúrpolitikára, tehát az egész egyéniséget. Mit érne most önre? Meghatározó élményt adott. Ott a kupola csendjében, amikor félórás felvételeket készítettem, Galilei jutott eszembe, hogy ő alapozta meg a modern csillagászatot azzal azok az élmények, amit az égboltból látott. Úgyhogy Galilei az eszményképem, és a jelszóm az is lett, hogy azért csinálom meg ezt a mozgalmat, hogy az emberek legalább annyit lássanak az égből, mint amit Galilei meglátott. Következő kérdés, mikor és milyen elhatározás juttat el odáig, hogy felállítja az idealista világnézetet, amiről a Wittmannnak a Csillagok című kötetében beszámol, és átérjen a materialista világnézetet? Ez egy nagyon érdekes és összetett probléma, mert most kit nevezünk idealistának? Az, aki szóról-szóra hisz a Bibliában, az, aki nem hisz a fejlődésben, az anyagi és az élet fejlődésében, vagy, és kit nevezünk materialistának? Az, aki ismeri az anyag fejlődés történetét, a világegyetem történet, az anyag fejlődésével magyarázza, és sokkal inkább azt mondanám, az, ami az én világnézetem, az természettudományos világnézet, vagyis azokról az ismeretekre épül, amit nekem a csillagászat és a fizika adott. Mi vezérelte abban az elhatározásában, hogy létrehozza a budapesti ukrán csillagvizsgálatot, és megalapítsa az amatőr mozgalmat? Mondom az, hogy Galilei példát akartam követni, aki szintén azt szerette volna, ha minél több embernek a kezébe tárcsolatot, mert a kornak a tudósai bele se néztek a tárcsolébe, azt mondták, hogy mindaz nem igaz, amit ő mesél, mert a szeme rossz, vagy a társi lencsé eltorzítja a képet. Ugyanazt akartam én is, hogy a társaság 10 000-eit adtam már az amatőröknek a kezébe, és a bemutató csillagvizsgáló, amilyen itt is lesz, tucatjával annak van Magyarországon. Minél több embernek megadni a égbolt csodáját.